A védőnőknek is sok adminisztratív munkájuk van. Adatokat, eredményeket kell rögzíteniük. Nem mindegy azonban, hogy milyen eszközökön. Ezeknek a feladatoknak az ellátását könnyítik meg azok az új laptopok, amelyeket szerdán vehettek át a nyíregyházi városházán. Korábban okos telefonnal segítette őket az önkormányzat, most több mint 20 védőnő jutott nem csak új számítógépekhez, hanem multifunkcionális nyomtatókhoz is, amelyeket később adnak át nekik. Ezeken nem csak nyomtatni, hanem szkenelni és fénymásolni is tudnak majd. Ha beviszi egy kismama mondjuk, vagy a gyermekének beviszi az adatait, beviszi a papírját, bocsánat, az előjelentését, azt be tudják szkennelni, és egyből hozzá tudják csatolni, tudnak belőle maguknak is készíteni egy másolatot. Tehát így a munkájukat így adminisztratíven nagyon megkönnyíti, mert eddig ugye ezek nem voltak, nem volt lehetőség, honnan kaphatott egy másolatot mondjuk egy kismama, hogyha bement a védőnőhöz, mert a védőnőnek szüksége lenne egy másolata, most gyakorlatilag ezzel ugye biztosítva lesz. A város polgármestere szerint kiemelt cél, hogy segítség a gyermekek születését, nevelését a védőnőkön keresztül. Ez szolgálta országos szinten a július 1-én életbe léptetett béremelés, helyben pedig az orvosi rendelők, illetve a Szent István utcai kis STK felújítása is. Én azt gondolom, hogy a anyagi megbecsülés, erkölcs és a munkakörülmények javítása egyaránt fontos, különösen Nyíregyházán, ahol hála Istennek abban a városban élhetünk, ahol évről évre nő a gyermekszületés, nő a városunk lakosság száma, és nem csökken, és a jövőnket ez alapozza meg. Az eszközfejlesztés egy bő 407 millió forintos projekt része, melynek célja a nyíregyházi egészségügyi alapellátás fejlesztése, az intézmények szolgáltatásainak és infrastruktúrális feltételeinek korszerűsítésén keresztül. A program önkormányzati tulajdonú épületeket is érint, a Csillag utcai például orvosi és védőnői rendelőnek is otthona lesz majd a jövőben. Vannak olyan helyek, ugye multifunkciós helyekre körülbelül 10 telephelyre teszünk be. Egy telephelyen lehet, hogy 2-3 védőnő dolgozik. Na most előfordul az, hogy nem a zsúfoltság, de nem annyira kényelmes a munka terület, mert hogy ugye 2-3-an dolgoznak. És így a Csillag utcán az válik lehetővé, hogy oda 4 védőnő fog mondjuk beköltözni, és ugye egy tágas területre, amivel ők oda beköltöznek, ahonnan elköltöznek, ha most dolgoznak, nyilván tágasabb lesz ott is a hely. Tehát ugye a mindennapi munkatevékenységünknek a környezetét tudjuk biztosítani, hogy megfeleljen azoknak, hogy ne érjenek egymás, bocsánat, szájába, tehát ne vegyék egymástól a papírt el, tehát hogy kényelmesen tudjanak ülni, adminisztrálni, vagy akár gyermektanácsadást végezni. A Fenyő utca jelenleg körzeti orvosi szolgálatnak helytadó épületen pedig infrastruktúrális fejlesztést és energetikai korszerűsítést végeznek majd el. Emellett akadálymentessé teszik és új egészségügyi eszközökkel is bővítik.